A pattanóujjon kívül még a leggyakoribb túlterhelés által kiváltott inakat, inhüvelyeket érintő betegség a dökerven betegség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a ujjaknak a nyújtó izomzata csuklónál rekeszekbe osztva fut el, és az egyes számú rekeszben van a hüvelykujjnak a nyújtó és távolító izma. Ez a rekesz szokott nagyon gyakran begyulladni, ez régen mosónők betegségének hívták, a kézzel való mosás váltotta ki. Mostanában inkább kisgyerekes szülőknél szokott lenni, hogy ezzel a mozdulattal emelik ki a gyereket a kiságyból, vagy aki nagyon sokat csavarhúz, azoknál szokott még ez kialakulni. A csuklónak ezen a pontján alakul ki egy fájdalmas duzzanat, és a hüvelykujjnak a mozgása az az, ami ilyenkor nagyon fájdalmas és nagyon be tud szűkülni. Ezt is egy gyakorlatilag 10 perces műtéttel meg tudjuk oldani, az egyes rekesznek a falát kell behasítanunk azon a területen, ahol ez el van hegesedve és be van szűkülve. Ami az érdekessége ennek a betegségnek, hogy nagyon sokszor ebben a rekeszben nem két ilyen fut, ahogy az elméletileg az anatómia könyvekben le van írva, hanem anatómiai variációk szoktak előfordulni. Van úgy, hogy a rekeszen belül alrekesz is van, és van úgy, hogy nem kettő inat, hanem hármat, négyet is találunk ebben a rekeszben. Akinek ez az anatómiai variáció van, annál sokkal gyakrabban alakul ki ez a fajta betegség. Előfordul, hogy magától megszűnik, de olyankor is tartósan egy dudor maradhat itt csuklótájon. De nagyon ritka az, hogy ez, amikor már annyira vastag, heges a fal, az már nagyon-nagyon ritkán szűnik meg magától. Kezdeti stádiumban gyulladáscsökkentő kezelésekkel itt is le lehet vinni ezt az ödémár duzzanatot erről a területről, és akkor jelentősen szűnnek a panaszok. Általában ezt kezdeti stádiumban nem szokták észrevenni, és nem is nagyon szoktak ezzel a betegséggel foglalkozni a paciensek. Nagyon gyakran, nagyon előre haladott panaszokkal jönnek már, amikor már tényleg mindenféle konzervatív kezelést kipróbálgattak, és a hüvelykujjukat már alig-alig tudják mozgatni.